Az orosz-ukrán konfliktus is szóba került a Visegrádi négyek honvédelmi és rendészeti bizottsági elnökeinek megbeszélésén. Nyilatkozatukban azt írták, amennyiben a feszültség tovább erősödik, az a belorusz migrációs válsághoz hasonló tömeges menekült áradatot indíthat el Ukrajnából. Ez pedig, mint Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia képviselői fogalmaztak, csak összehangoltan lehet megoldani. Mennénk pedig Kósa Lajos, a Honvédelem és Rendészeti Bizottság vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen veszélyfenyeget Ukrajna felől elképzelhető? Az valóban, hogy ugyanaz kialakul, mint a fehér orosz-lengyel határon alakult ki korábban, migráció szempontból? Sajnos benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Milyen minél, a hát egyszerű, minél bizonytalanabb egy országnak a belpolitikai helyzete, minél így kevésbé érzik biztonságban az emberek magukat, akár fizikailag, akár gazdasági értelemben, egzisztenciálisan, annál inkább hajlamosak arra, hogy valahol máshol keresik a boldogulást. Ugye Ukrajna egyik kincs is könnyű helyzetben, mert 44 millióan kezdték az ukránok, az önálló államiságot, most olyan 38 millió vannak. Tehát egy nagyon sok ukrán elhagyta a saját hazáját. Nem volt még háborúban, nem volt orosz fenyegetés már akkor is. Ennek egyszer az oka, az ukrajna gazdasága romokban van, az állam éppen hogy működik, tehát egy csomó probléma van. Na most egy ilyen helyzetben, hogyha még inkább éleződik a feszültség, még inkább háborús hangulat lesz, akkor annál inkább elképzelhető, hogy, hogy egyfajta menekült hullám indul el. Nem olyan, mint a beloroszban, mert ugye a Belorusznál ott importálják a migránsokat, akiket átnyomnak Lengyelország felé. Dutasztatták őket oda a Mesterségesen duzasztott probléma van, de a visszágrányi négyeknek a mostani debreceni konferencia pont azt rögzített, hogy ha ez erősödik, vagy valakor komoly veszély válik, akkor mindenképpen közösen kell fellépnünk ellene. És ez mit jelent a közös fellépés? Hát egyeztetnék el az álláspontokat, hogy akkor mit csinálunk a migránsokkal kapcsolatban. És jutottak valami konklúzióra? azt egy... abban maradtunk, hogyha ez, mert most nincs még egyelőre ilyen folyamat. Tehát a, a hídon akkor kell látni, amikor odaértünk. Legfeljebb csak abban egyezünk meg, hogy együtt fogunk átmenni a hídon, de még nem, 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 vagyunk ott, és remélem nem is leszünk ott, mert ugye rögzítettük azt, hogy a visegráni négyek elkötelezett NATO országok, elkötelezett EU országok, de ebben az ukrajnai feszültséggerjesztésben kifejtettük azt az álláspontokat, hogy mi nem vagyunk érdekeltek ennek a feszültségnek a keresztésre, sőt inkább arra törekszünk, hogy ezt minél inkább és minél, minél gyorsabban alábbhagyjon. Nagyon nehéz helyzetben van Magyarország a v mellett, ugye őket a 200 ezer magyar honfitársunk is nagyon fontos, hogy Kárpátalján az ő sorsukkal mi lesz. A Ukrajna sajnos nagyon sokszor nyúl ehhez az eszközhöz, hogy ellenségnek kiáltja ki a magyar, kisebbségben lévő magyarokat. Erre van valamilyen megoldási javaslatuk, hogy tudják a v hogy erre, ezzel mit lehet kezdeni? Nem csak uh, magyar kisebbség van Kárpátalján, hanem szlovák is. Ukrajnában viszonylag jelentős lengyel kisebbség van, illetve Kárpátalján van még román kisebbség is. Tehát itt a, ezek az országok sajátos helyzetben vannak, mert uh, miközben Ukrajna függetlenségért, önállóságáért kiállunk, eközben nem tudunk eltekinteni attól, hogy Ukrajna egész brutálisan bánik a nemzeti kisebbségeivel. Persze ők az oroszokon akarnak ütni, de közben ugye a, a leginkább mégiscsak ezeket a kisebbségeket sújtják a nyelvhasználat korlátozásában, a jogok csorbításában, és mi a, úgy döntöttünk, hogy a leghatározottabban kiállunk a magyar kisebbségek jogai mellett, ez azt jelenti, hogy minden kisebbség jogai mellett, tehát most furcsa módon Magyarország az éharcos a román, a, a magyar, a, szlovák, a szlováka, lengyel, ukrajnai kisebbségek jogainak a védelmében is. E, és hát minden, meg támogatjuk Ukrajnát, de ugyanakkor megköveteljük azt, hogy a kisebbségi politikájában a szerzett jogokat ne vegye el, a nyelvhasználatot ne korlátozza, az iskolába járás ne korlátozza, és ne ő, ő, nyúljon adminisztrálói eszközök az a, a kisebbség elleni ő, ügyekben. A külpolitikai, illetve diplomáciai szempontból nagyon sok vélemény hangzott el, hogy most az USA és a NATO megvédenéje Ukrajnát egy esetleges orosz támadással szemben, a v ország, országok vezetői, illetve a, a különböző külügyminiszterek, diplomaták, hogy látják ezt a kérdést? Ukrajna valóban magára maradna egy orosz agresszióval szemben, vagy kiállnának mellette, és visszahőkölésre kényszerítenék mondjuk Oroszországot? Tehát a, tehát a NATO az együttesen adott esetben fel tud lépni fegyveres konfliktusok kapcsán, de azt teljesen kizártnak tartom, hogy az Egyesült Államok a saját szakára hozni ilyen döntést. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor, tehát Oroszország nem támadta meg Ukrajnát. Van egyfajta fenyegetőzés, az mind a két oldalon van. Mindenki, ez olyan, mint amikor így a, a hogy is mondjam, a boxmatch előtt így Fenyegetőznek egy Fenyegetőznek meg, sárnyzó? nagyon, nagyon szigorúak. Aztán a végén mégsem az történik, hogy ott a, hogy ott a minden szabályt félrerúgva küzdenek egymás ellen, hanem betartják a szabályokat. Ugye az a helyzet, hogy az Egyesült Államok is sajátos helyzetben van, mert a Biden kormányzat se onnan máshonnan nem remélheti azt, hogy valami fajta reputáció szerez magának, az afgán kudarc az egy óriási blamás volt és óriási presztízsesteség és hát az is egy őrült hiba lenne, hogyha ezzel a magatartással összetolnák azt a két országot, amely, amely ellen fogalmaznek különböző követeléseket az Egyesült Államok, ez Kína meg Oroszország. Itt ugye nekünk az a problémánk, hogy ah, ezt mondtuk itt a tanácskozáson is Debrecenben, hogy a kisegereknek az mindegy, hogy az elefántok a mezőn szeretkeznek vagy háborúznak semmiképp sem járnak jól, az a jó, hogyha békesség van. Na most mi az v semmi semmifajta feszültségfokozásban nem érdekeltek, és a leghatározottabban kiállnak amellett, hogy, hogy sem amerikai, sem orosznak meg semmilyen agresszió ne legyen a térségben, mert az nekünk nem jó, az mindenképpen gazdasági problémákat okoz, biztonsági problémákat okoz, kisebbségekkel kapcsolatos problémákat okoz, tehát hogyha van valaki, aki igazán békét akar ebben a térségben, az pont a v És a v illetve Magyarország véleményét meg fogják vajon hallgatni majd? akár Putyin elnök, akár a Zelenszkij elnök tárgyalásai során, hiszen ez mennyire esik nagy súly alatt. Nehéz helyzetben van az ukrán elnök is, mert éppen elveszítette mindenfajta politikai támogatottságát, tehát ő most a nehéz ügyben próbál uh, kormányozni. Én nem szeretnék ebben uh, jóslásokba bocsátkozni, az nekem is feltűnő, hogy jó néhány olyan uh, megfogalmazás teljesen komoly külpolitikai uh, tisztségviselőktől elhangzott, amit nem lehet komolyan venni. Mert ők is tudják, hogy amit mondanak, az nincs úgy. Tehát, hogy Lavrov azt mondja, hogy vonják ki a NATO hadseregeket a térségből, de hát a Magyarország a NATO tagja, a Magyar Honvédség a NATO kötelékében is szerepel. Nyilván az a követelés, hogy a Magyar Hadsereget vonják ki Magyarország területére, ez teljesen értelmetlen. Tehát ez e, lef... folyik mindkét fél részéről, vagy erőszítoktatás? Hát, inkább, inkább erről van szó, különböző politikai érdekek mentén. E, az is érdekes a németeknek a hozzáállása, küldenek ötezer sisakot, ötezret sisakot. Tehát azért... Igen, teh... párnát kértek legközelebb, utána azt mondták az ukránok, hogy szállítsanak párnát is. Igen, igen, ez az az eset, amikor a Markengarden Marken hadvégületnél sapkákat meg takarókat dobtak le a, az expedíciós ejtőernyősöknek, nem nagyon használt. Tehát e én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb higatságra van szükség. Mi világosan a kongresszus záró dokumentációjában rögzítettük azt, hogy érdekeltek vagyunk az ukrán rendezésben, és érdekeltek vagyunk abban, hogy a feszültség ne fokozódjon úgy, hogy ez migrációs hullámot indítana el. Ugyanakkor egyetértés volt abban, hogy az Európai Unió jelenlegi migráció, migrációs javaslatait nem tudjuk elfogadni, mert az részén nem, nem, hoz eredményt, részén értelmetlen, és abban is egyetértettünk, hogy folytatni kell a V4-es országok katonai együttműködését, tehát ez a közös harc Soport, katonai veszerzések, sőt katonai hadipodi közös fejlesztések, ebben gondolkodunk. És ugye itt az fontos, hogy itt ezek parlamenti, par parlamenti bizottságok voltak, tehát nem feltétlenül egyezik meg a különböző országok parlamenti bizottsági helyzete, mondjuk a kormány irányvonalában, főleg ott, ahol mondjuk egy ötpárti koalíció, és csak az egyik párt képviseli magát a bizottságok vezetésében, de az, hogy egy ilyen helyzetben Közös nyilatkozatot tudunk elfogadni napi forró ügyben is, illetve stratégiai kérdésekben, azt hiszem, hogy nagyon nagy, nagy siker. Kósa Lajos, köszönöm, köszönöm szépen a